aki mondja meg a hosszú évek, miért tűnnek úgy, mint egy pillanat? Valaki mondja meg, mi az, hogy elmúlt? Valaki mondja meg, hol maradt? Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőinket. Önök a Viziterápia műsorát látják, és mostani adásunk, nem mondanám azt, hogy rendhagyó, hiszen állandóan mindegyik részünk rendhagyó. Arra szeretnék utalni, hogy elképesztő a műsor iránti érdeklődés. Miért mondom ezt? Azért, mert ugye az ország délalföldi kicsi régiójában készítjük a műsort, és itt is vetítjük a televízión keresztül, de az internetnek köszönhetően az egész országban figyelemmel kísérik műsorunkat, egészen Körmentől Nyíregyházáig, és meglepő módon az egész világban, akár itt Európában, vagy más kontinensen is, hozzá kell tennem, hogy a kint élő magyarok. Tehát természetesen a magyarságot érinti ez a műsor, és hát szájról szájra gondolom elterjedt, és így megnézik interneten keresztül műsorainkat. Ezt azért is mondtam el, és vezettem így fel ezt a részt, mert ebből eredően sokan kérik is a segítségünket azért, hogy ha már tájékoztatjuk az embereket, akkor tényleg sok mindenről tájékoztassuk. És nem csak az aktuális napi politikáról, vagy egyéb más történésekről, hanem arról is, hogyha példát, vagy valakinek a példáján keresztül akár negatív, akár pozitív dolgokat ismerhetnek meg. Most a műsor vendégei, egy úr és egy hölgy, Szabó Attila Székesfehérvárról és Tauzin Krisztina Budapestről. Köszöntelek benneteket a stúdióban. Azért is ülnek itt velem a stúdióban, mert van egy közös barátunk, úgy hívják, hogy Borbély József. Ez az ember, hát ha nem is az életét tette rá, de minden esetre csak ezzel foglalkozik az elmúlt időszakban, hogy felderítse az állami apparátus összefonódását, felderítse azokat a korrupciós ügyeket, amik, hát ugye tudjuk, hogy léteznek és vannak, csak hát nehéz erre fényderíteni. Igen ám, de ugye ő közös ismerősünk, és ebből eredően vele történt valami, és a barátai, segítői, munkatársai kérték tőlem azt, hogy beszélgessünk az ő ügyéről, mert érdekes fordulatot vett. Úgyhogy még egyszer köszöntelek benneteket a stúdióban, örülök, hogy eljöttetek, és örülök annak, hogy kiálltok a munkatársatok és a barátotok mellett, ha más nem, legalább azzal, hogy elmondjuk sok-sok magyar embernek, hogy mi is történt vele. És hát, ha ezáltal valamire előrébb tudunk jutni. De pontosan mi is történt, akkor azt én kérdezem tőletek, hogy a nézők is ezt megismerhessék. Rátok bízom, hogy ki meséli el. Először egy picit Borbély Józsefről kellene beszélni, és akkor utána térjünk rá arra, hogy mi történt vele. Jó? Hogyha egyetértetek ezzel, akkor jó. Legyen így. Akkor azt kérném, hogy mondjatok róla pár szót. Jó. Üdvözlöm a nézőket. Szabó Attila vagyok, hogy bemutattál. Nyugdíjas, aki azzal foglalkozik, hogy az ország valamilyen szinten korrupciómentes legyen. Ugyanúgy így találkoztunk mi ketten a Borbély Józseffel, és aztán barátok lettünk, mert ami az ő esetében mondjuk úgy, hogy rendkívüli az átlagemberhez képest, az az, hogy vele is történt egy pár dolog, ami mint vállalkozó elveszítette azt az üzemet, amiért ő hosszú évekig, mondjuk, hogy évtizedekig dolgozott. Munkatársait azért szedte össze, hogy ne kerüljenek az utcára, és ebben a munkában felállított egy olyan bútorüzemet, amelyik az adott térségbe Kecskeméten a lehető legnagyobb volt. De jött az állami korrupció, egy irányított felszámolással tönkretették az üzemet, és tudatták vele, hogy esélye sincs arra, hogy ő megtartsa, pedig próbálkozott vele, és akkor azt mondta, hogy hát, ha ebben az államban nem, akkor egy másikban kell, akkor egy másikat csinálni, hogyha ez az állam ilyen állapotban van, azok, akik ezt vezetik, azok gyakorlatilag a korrupciót segítik, és vagy éppen meg is valósítják. Ezért elindult, és megpróbálta földeríteni azokat az összefonódásokat, amik jellemzik ma Magyarországot, ides tova 22 éve.
annyira igaz a dolog, hogy munkája közben gyakorlatilag az ön a saját problémáinak a feltárása közben találkozott másokkal, más olyan személyekkel, akik hasonlóképpen nem nyugodtak bele ebbe az állapotba, vagy abba a helyzetbe, hogyha ugyanúgy felszámolták az üzemüket, vagy éppen elvették tőlük a vagyonukat, amit munkával szereztek, és akkor a találkozásokból végül is kialakult egy olyan információs bázis, amelyik később megvalósult egy polipábrában, a polipábra mögött pedig olyan mértékű adathalmaz jött össze, ami közel 700 ezer oldalnyi hivatalos helyről beszerzett pecsétes papírra úgy vesszük, vagy még annál is több. És ebbe a polipábrába végül is csak azok kerülhettek be, vagy kerülnek be, most is még, aki ugye még most is be lehet kerülni, aki a törvényt megszegte, és bizonyíték van arról, hogy ezt hogyan tette meg. Na most ez a munka elvezetett oda, hogy fel kellett ismerje azt, hogy az ország kicsinyenként rablók kezére jutott, és ez a rablópanduros játék odáig fajult, hogy gyakorlatilag a hivatalok is játékosok benne, mégpedig a rabló oldalon. Ezt ugye sok bizonyíték támaszza alá, legutóbb ugye ott volt a Vizovicki ügye, amelyikre a nézők biztos emlékeznek, hogy a budapesti éjszakai világban ugye sikerült felderíteni egy olyan összefonódást, amelyik szinte az összes vendéglátóhelységet egyebet összekötötte. Ő az a Vizovicki nevezetű ember, akinek ezt az összefonódást csak úgy tudta megoldani, vagy ezt a munkát létrehozni, hogy bizonyosan a hivatalok is segítettek, mint ahogy az ábra mutatta, hogy főrendőröket kellett letartóztatni azért, hogy ez a dolog kibukjon. De nem csak ezek a dolgok vannak benne, hanem a felszámolások pedig irányított felszámolásokkal gyakorlatilag, amit privatizálni nem tudott a privatizációs stáb, azt irányított felszámolással tönkretették, és eltüntették a vagyont. Tehát akkor Borbély József cégét is privatizálni szerették volna, csak gondolom ő nem engedte, vagy nem? Nem, ezt privatizálták. Vagy privatizálták? Igen, aztán még egyszer tönkretették, és megint eladták, privatizálták, és a végén, amikor Borbély úr megvette, és... Tehát visszavásárolta? Visszavásárolta takarékszövetkezeti kölcsönnel, majd beajánlottak neki egy banki kölcsönt, amit aztán nem folyósítottak, és úgy vitték be a csődbe. Na most ő mai napig tartja az üzemet olyan módon, hogy nem engedte, hogy más ebben a dologban el tudjon indulni egyáltalán, de ugye évek óta mondjam azt, hogy meghatározott maffia társaság ellen dolgozik, és ez annyira elfajult, hogy gyakorlatilag kiderült az, hogy a felszámolók felszámolója az egy olyan cég, amit elvileg az állami apparátus hozott létre. Majd a létrehozatala után egy ügyes manőverrel megszüntetve, majd ugyanezen a néven újabbakat létrehozva, létrehozott egy fantom felszámoló rendszert mondom, mert szinte az összes felszámoló cég, aki a cég felszámolásokat csinálja, az ennek a fantom társaságnak a valamilyen szintű elágazása. Most odáig jutott az ügy, hogy a bizonyítékok, ugye ebből az ügyből kifolyólag Borbély úr, illetve a társa Mindazoltán különböző pereket indítottak, hogy rendbe tegyék ezt a dolgot, kibukjon, illetve megkapja mindenki a maga járandóságát, és annyira beszorult az ellenfél, hogy nem tudva mit csinálni, már most komolyan kellett venni az eseményeket, és elindítottak 2010-ben egy úgynevezett rágalmazási pert Borbély József, illetve Mindazoltán ellen, és ez a rágalmazási per jutott el most abba a szakaszba,
amikor is már nem volt kiút, és ezért valamilyen megoldást kellett nekik találni, ezért azt csinálták, hogy a magánvádás eljárásból közvádra tették át a rágalmazási ügyet, és mint ilyet nem a valódi problémát kezdték el vizsgálni a bíró, hanem elkezdte a józan ítélőképességnek a vizsgálatát az alperesek, vagy mondjuk úgy, hogy a vádlottak Borbély József és mindazóta ellenáll alkalmazni, gondolván, hogyha meg tudnak állapítani egy valamilyen szintű mentális problémát, akkor az egész vádat, tehát az előzőleg már sok oldalon felhozott vádakat, azokat semmivé lehet tenni. Tehát elmeorvosi vizsgálat? Így van, és ezért elmeorvosi vizsgálat, erőszakoltak elmeorvosi vizsgálatot, erőszakoltak mindkettőjükre. Na most tekintve, hogy elég sok anomália volt ebben az egészben, eddig nem sikerült ezt végrehajtani, és a legutolsó alkalommal magam is jelen voltam, amikor a Béketér 12-ben megjelent Borbély József azért, hogy az elmaorvosi vizsgálatra be volt idézve. Ott az orvos, aki beidézte, vagy akihez beidézték, az nem volt jelen. Fél órát vártunk rá, akkor sem érkezett meg. És közben ott inzultálták a társaságot, engem is, és a Borbély urat is, ugye mondjuk úgy, hogy lögdösed ott bennünket egy úr, aki magát meg nem nevezte, se nem tudtuk, hogy ki az, mi az. És tehát amíg várakoztak ott az orvosra. Igen, kijött az orvosi rendelőből, és ki akart bennünket toloncolni a váróból, és ezt eléggé durván, mondjuk úgy, hogy fizikailag megérintve és lögdösve próbálta megtenni. Borbély felhívta a figyelmét, hogy ezt nem teheti, és akkor még egyéb kifejezéseket is alkalmazott, ott tényleg riadalmat okozott a bent lévőknek. Majd ezt a riadalmat úgy írták le a jelentésükbe, mintha Borbély úr tette volna. Nyilván akkor ez egy provokáció volt. Igen. Na most erre a hamis jegyzőkönyvre a bíró elrendelte Borbély József előzetes letartóztatását és 30 napos elmaorvosi megfigyelését. De az előzetes letartóztatást is egy esztendőre rendelte el. Egy évre? Igen. Ez értelemszerűen azt jelenti, hogy de egy évig elmeorvosi vizsgálat alatt? Tehát nem, elmegyógyintézetbe, vagy hol? Az elmeorvosi megfigyelés az 30 napra szól. Az 30 napra szól? De a letartóztatás az egy évre szól. Egy évre szól. Előzetes letartóztatás egy évre. Rágalmazási ügybe, amelyiknek a büntetési tétele nem éri el az egy évet. Vagy ha el is éri, akkor is felfüggesztettet lehet adni. Tehát akkor indokolatlanul több időre zárják el a társadalomtól, úgymond? Így van, megfosztották a szabad mozgásától, illetve normális életétől. Ez nyilvánvalóan egy törvénysértés. Hát nyilván tudjuk, hogy 14-ben választás lesz, nehogy valami kiderüljön, 13-ban akkor ne beszéljen semmit. Igen, na most hát akkor... Most csak ez úgy eszembe jutott. Ön érintette a témát, valószínűleg az van, hogy a háttérben, hogy nem csak ez a úgynevezett gazdasági visszaélésekből való kitakarításnak az oka lett, vagy lehet csak az oka annak, hogy ez megtörtént, hanem van egy másik oka háttérben, hogy a politikai élet eléggé rossz fordulatot vett az utóbbi időben, és ahhoz, hogy ez megváltozzon, egyébként is közeleg ugye egy választási terminus, és a választása nincs igazán alternatíva, a jelenleg politikai pártokból nem igazán lehet választani normálisan, illetve egyetlen egy társaság van, aki a korrupció felszámolásával foglalkozik, valóban cselekvő, valóban ellenzéki párt, és valóban akar is új világot létrehozni, amelyik élhető formátumot hoz az embereknek. Na most ahhoz, hogy ez ne következhessen be, az bocsánat, tehát ennek a törekvésnek a Józsi az élén áll, ugye? Így van. Tehát ő gyakorlatilag ezt hirdeti évek óta, és eddig nem nagyon vették őt komolyan, de pillanatilag ugye főként hát ezekkel tűnik, a bírósági vették. Perekkel már olyan nyomást tudott gyakorolni, hogy komolyan kellett vegyék. Na most hogy oldották meg? Úgy oldották meg, hogy bebörtönözték. Tehát kivonják egy évre a forgalomból, gondolták azért, hogy ne legyen ellenfél.
Be lehet sározni, azt lehet mondani, hogy bolond, akármit ki lehet találni, mert egy ilyen elzárásnál senki nem tudott figyelni arra, vagy nem lehet ott a, nyilván a jelenlétben, hogy vajon mi következik, mit követnek el vele szembe, és mit fognak írni róla. A szakemberek nyilvánvalóan elfogultak, nyilvánvalóan egy bizonyos szempontot szeretnének megerősíteni, ezt a jegyzőkönyvek egyébként tanúsítják. Tehát nem várhatunk pozitív eredményt, csak akkor, hogyha sikerül őt valamilyen szinten kiszabadítani ebből az állapotából, vagy helyzetéből. De most ő börtönben van, így vagy van. Az elmegyógyintézetben van? A börtönnek az elmegyógyintézetében. És vélhetően 30 nap után ő egy sima börtönbe kerül, vagy továbbra is egy elmegyógyintézetbe. Azért kérdezem, igen. Mert ugye tudatmódosító szerekkel tényleg hülyévé lehet tenni egy embert. Ez így van. És azért egy év alatt, ha folyamatosan adagolják neki, hát akármilyen szert, tudnánk mondani egy párat, de most nem itt van a helye. Igen. Majd ez egy másik műsor lesz, kedves nézőink, mert vannak bőven ilyen tudatmódosító szerek, amivel egy épeszű embert simán hülyévé lehet tenni. És hogyha ezt folyamatosan adagolják neki, hát tényleg egy év után kiengedik, de hát mindenki látni fogja rajta, hogy zümzüm van. De hát ugye ez teljesen az akaratától ellentétes. Igen. No, tehát fennáll a veszélye, hogy ez is megtörténhet. Megteszünk mindent azért, hogy ez ne jöhessen létre, hiszen a bíró az eljárás során számtalan törvényt sértett meg, függetlenül attól, hogy ő neki kellene vigyázni a törvényességre, illetve maga az ügyész, a jelenlevő ügyész is avval, hogy amit tettek, vagy illetve magát ezt a határozatot úgy hozták létre, hogy a törvényt eleve nem is vették figyelembe, hiszen az eljárás során csak akkor lehet előzetes letartóztatásba helyezni, hogyha az ügyész kéri. De miután semmilyen előzetes, hogy mondjuk ezt feltételnek nem felelt meg ez az előzetes letartóztatásba helyezés, mert ugye van legalább 4 pont arra, hogy milyen feltételek kellenek, és abból az első az ugye, hogy legalább a büntetési tételnek meg kell haladni az 1 évet, tehát a várható büntetésnek. Tehát az 1 év meghaladása után lehet mondjuk előzetesbe tenni, mert véletlenül esetleg a szökésveszély vagy akármi, de miután Borbély úr soha nem tett olyat, hogy nem ment el egy bírósági tárgyalásra, sőt, szinte minden nap bírósági tárgyalásra járt ezekben az ügyekben. Ha egy év vonatkozásra behívták is elment, nyilván megvédte magát, amennyire ez lehetséges volt, de mindenkor megjelent. Tehát nem volt rá oka a bírónak, hogy ezt megtegye. Mondva csinált okkal, illetve meghamisított jegyzőkönyvvel, videó van egyébként, hangfelvétel van, és a többi az interneten kinn is van, tehát bizonyítani lehet, hogy a bíró által előadott indokok nem voltak meg, mégis megtették. Na most a másik része a dolognak az, hogy a letartóztatását azt ott a bíróságon a tárgyalás megkezdése előtt tette meg, ugyanakkor a döntés, mintha a tárgyalás folyamatában létrejött döntés lett volna, úgy adták elő, előre megírt döntés volt. Ami egyébként megvan bizonyítékba, tehát a papírformában bizonyítani lehet, hogy előre meg volt írva, majd ott később még ráírt egy pár dolgot, utána elvitették, és gyakorlatilag azok, akik elvitték, azok egyáltalán nem volt biztos, hogy rendőrök vagy a büntetés végrehajtás emberei, hiszen semmilyen azonosító jelzést nem viseltek, és nem is igazolták magukat. De ez a videófelvételen mindez látszik? A videófelvételen, igen. Na most mi történt azután? Hát nyilván mi próbáltunk vele kapcsolatba jönni, hogy tudjuk a dolgokat intézni, hogy segíteni tudjunk, és eltelt 72 óra úgy, hogy semmilyen a büntetés végrehajtás országos rendszerében semmilyen adat nem volt róla. Magyarul nem volt regisztrálva. Nem végezték el az előzetes orvosi vizsgálatot, ami ahhoz feltétlenül kell, hogy valakit betehessenek egy ilyen intézménybe, ezt nem végezték el. Tehát egészen pontosan, ha jól tudom, hétfő délután került bele a rendszerbe, informátoraink vannak azért, tehát Borbély úr szokta mondani, hogy az Apostoli Magyar Királyság hírszerzéshez dolgozik, és van,
és tényleg van is, csak ugye nem, nyilván nem fedjük fel, hogy ki kicsoda, mert ugye ez olyan jellegű dolog, és pontosan tudtuk, hogy mikor került bele a rendszerbe, és azt is, hogy, hogy nem volt azonos helyen egy folytában nem mozgatták. Na most miután rájöttek arra, hogy mi akkor is figyelemmel tudjuk kísérni, hogyha nem mondják meg, akkor végül is ez a nyomás hozhatta meg azt, hogy végül is betették a rendszerbe, nem lehetett eltüntetni, mert fennállt az a veszély is, gondolom a szándék is esetleg, hogy eltüntetik a süllyesztőbe. Hát izgalmas dolgok ezek, hát azért egy koncepciós per áldozata lehet akkor Borbély József úr, de mi ilyenkor a megoldás? Hát a megoldás az, hogy a törvényt be kell tartani, tehát ő mindig azon igyekezett, hogy a törvényeket akkor is, hogyha más nem tartja be, ő felmutatja és betartja. Ki lehet őt onnan hozni? Mikor lesz esetleg egy újabb tárgyalás? Mikorra van hivatalosan az ő részükről ez kitűzve? Ha jól tudom, februárra van kitűzve újabb tárgyalás, de mindenképpen azon vagyunk, hogy a napokon belül kikerüljön, mégpedig ezért megteszünk mindent, és meg is tettünk, tehát nemzetközi sajtó, illetve politikai kapcsolatok, egyebek igénybevételével kijárjuk azt, hogy a hatalom szabaduljon meg a korlátaitól, és vegye magát a törvényes működésnek a szintjére vissza, mert ez az egyetlen dolog, ami normális lehet ebben a világban. És mit tudható róla? Tehát, hogy most milyen állapotban van, hát pontos, hol van pontosan? Azt tudjuk, hogy a Kozma utcai megfigyelőbe vitték át, most fejből nem tudom pontosan melyik órában, de lényeg az, hogy ott van jelenleg, és az ugye a megfigyelés helye. És tehát akkor, amíg tart a megfigyelés ideje, az véletlenül ott van, addig ott lesz, igen, hogyha nem sikerül addig kihozni. Hát igen, hát igyekszünk, hogy onnan mielőbb kikerüljön, mert nincsen neki jó híre egy picit se. Uh-huh. Tehát az intézmény nem arról híres, hogy ott okosok lesznek az emberek. Nem gondolkodtatok azon, hogy esetleg ezzel az üggyel valakitől segítséget kérjetek még pluszban? Hiszen mindenkit megkerestünk, tehát aki számít ebben az ügyben, felkerestük, tehát az összes parlamenti képviselő is megkapta ugye azt az üzenetet, hogy úgy tartják fogva Borbély Józsefet, hogy nem törvényes a dolog. Senki meg nem mozdult. Tehát egész egyszerűen a médiát egyáltalán nem érdekli, hogy egy embert úgy tartanak fogva. A neoliberális médiáktól nem is kell sokat várni. Persze, ezt tudjuk. De az a szörnyű egyébként ebben az egészben, amitől én teljesen ki is borultam, hogy a Józsi annyi embernek segített, hogy ezt el nem tudom mondani. Tehát kilakoltatásokra ment, és megállította a rendőrséget, mert hogy ugye a rendőrség is az alperese. És nem engedte meg, hogy embereket tegyenek utcára. Hol vannak azok az emberek, akiknek ő segített eddig? Meg lehet őt látogatni? Ettől nem. Függetlenül? Nem. Vagy ettől is el van tiltva? Mindentől el van tiltva, tehát tulajdonképpen addig, amíg mi nem derítettük ki, hogy hova vitték, addig a felesége és a lánya sem tudott a dologról. Tehát olyan szinten, ugye meg kellett azért mondani neki, hogy mi történt, de sem a feleségét nem értesítették, sem az ügyvédjét nem értesítették, akit ugye megnevezett a tárgyaláson. És tulajdonképpen azért tudtuk meg, hogy hol van, mert a belső információ alapján megtaláltuk. De hát azért ez elég érdekes, hogy ennyire sok szabályt áthág a maga bíróság. De ez nem rendkívüli, hiszen a maga a korrupció az arról szól, hogy folyamatosan áthágják a szabályokat, nem teszik meg azokat a lépéseket, amit kell. Tehát a lényeg az, hogy amikor a parlament képviselők, illetve a pártok vonatkozásában azokat az információkat, ami a korrupcióval kapcsolatos, tehát a történéseket, azokat mindig kiterítették, soha nem dugták el Jóskáék, és gyakorlatilag a parlamenti pártok külön
mondjuk úgy, hogy bizonyíték csomagokat kaptak ahhoz, hogy megtehessék a feljelentést, és hogy helyre tegyék a dolgokat. Ebbe bele van bele kell érteni a Jobbikot, a Fideszt, de az összes többit, tehát nem sorolom már minek, és egyetlen egy sem tett egy feljelentést, holott, mint hivatalos személy, aki a parlamenti képviselő hivatalos személy, a BS 171-es pontja alapján köteles azonnali feljelentést tenni az esetek legtöbb vonatkozásában. Ezt egy se tette meg. Nyilvánvalóan most, hogy ő bekerült egy ilyen, hogyan mondják, rossz helyzetbe, most azért sunyítanak, mert nekik ez azért jó, mert nem, addig nem borul ki a bili, hogy ők is hunyók ebbe az egész játékba. Hát nehéz lesz megmagyarázni, hogy ezt és ezt és ezt miért nem tették meg. Így van, így van. Vagy de ki fog, tehát előbb-utóbb nyilvánosságra fog kerülni, mert hát azért ülünk itt, hogy elmondjuk. Így van, így van. Igen, tulajdonképpen a bírónak is az lett volna a dolga, ugye mert hogy ő egy bíró, aki a törvényességet képviseli, és neki kutya kötelessége a törvényeket nem csak betartatni, hanem betartani. Na most... A bírónak az asztala az körülbelül 2 méter hosszúságú irathalmazt tartalmazva, ami körülbelül egy ilyen 1,5 méter magas, tehát körülbelül 1 millió oldalnyi anyag, ami mind bizonyíték. És mivel hogy ő hatósági személy, a büntető törvénykönyv, tehát a PL szerint a 171/2-es paragrafus, tehát a 171-es paragrafus 2-es bekezdés alapján neki kutya kötelessége lett volna mindenkit feljelenteni, aki szerepel az ügyben, mint korrupciós bűnelkövető. Ehelyett azt zárja börtönbe, aki felderítette ezt az egészet. Tehát azért ez egy elég paradox történet, de én úgy gondolom, hát hogy... Nem paradox, hanem korrupt története. Igen. Ez bebizonyítja a hovatartozását. Így van. Én úgy gondolom, hogy azért azok, akik ezt megmerték tenni, és nem a törvényességet képviselik, én remélem, hogy talpig vasban hamarosan a Józsit kicserélve fognak bent lenni. Ez elképesztő. Hát igen, sajnos a műsoridőnk véges, tehát nem sokára el kell, hogy köszönjek, de minden esetre azért én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek és elmondtátok ezt, hiszen hagy tájékozódjanak a honfitársaink, hogy hát hogyan működnek itt azért a perek, vagy hogyan működnek itt az ügyek Magyarországon, és ebből eredően sajnos nem vagyunk biztonságban, mert hát úgy tűnik, hogy Borbé József példája hülyen tükrözi azt, hogy bármelyikünkkel bármikor bármi történhet. Bármikor bárki bekerülhet ugyanebbe a csapdába. Így van. Ezért az a kérésünk, hogy aki tudja, adja át, tehát a hír az, ami, a nyilvánosság az, ami valamilyen szinten megvéd. Minél többen tudják meg, hogy mennyi disznóságot követnek el bírói szinten is, és más helyeken is, annál előbb lesz az az állapot, amikor is ugye már nem lehet tovább titkolni, hogy ki a gazember, és el fogja húzni a csikot, ahogy szokták mondani, az, akire a fény rávetül. Tehát vagy elmegy magától, vagy előbb-utóbb bekerül oda a rácsos kapu mögé, akkor, hogyha mindenki megteszi a maga részéről azt a keveset, amit megtehet, hogy továbbadja a hírt, hogy ez a történet igaz. Így van. Köszönöm. Én is köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Köszönjük szépen. Hát reméljük, hogy Józsi minél hamarabb kikerül onnan, köszönöm. És el fogja tudni ő is mondani, hogy mi történt, hogy történt. És meg fogjuk hívni. Köszönöm igen. Szépen. Köszönjük szépen. A nézőknek köszönöm a figyelmet, a viszontlátásra. Aki mondja meg, hogyan kell élni.